Magyar idő szerint tegnap este az utolsó amerikai katona is elhagyta Kabult, véget ért Afganisztánban a 20 éves háború. A tálibok ünnepelnek, azt mondják, hogy megérte harcolniuk, vereséget szenvedtek a megszállók. Az amerikaiak a Joe Biden elnök által korábban kijelölt határidő miatt annyira rohantak, hogy repülőket, páncélozott járműveket, terepjárókat hagytak hátra tucatjával. Nem volt idejük szétszedni, de állítólag tönkretették mindet. Chris Donahue vezérőrnagy volt az utolsó amerikai katona, aki helyi idő szerint augusztus 30-án, valamivel éjfél előtt elhagyta Afganisztánt. Az éjszakai felvételeken látszik, ahogy az utolsó katonai teherszállító repülőgép felszáll a kabuli repülőtérről. Frank McKenzie tábornok, aki az evakuálás levezényléséért volt felelős, bejelentette, befejeződött az afganisztáni kivonulás. A kivonulás egyszerre jelenti az evakuálás katonai részének, de annak a csaknem 20 éves missziónak is a végét, amely Afganisztánban röviddel 2001. szeptember 11-e után elkezdődött. Nagy árat fizettünk érte, a veszteség 2461 amerikai katonai és civil áldozat, valamint több mint 20 ezer sérült. Az iszlám állam öngyilkos merénylője még a múlt héten is 13 katona halálát okozta. Mondta a tábornok, hozzátéve az Egyesült Államok és szövetségesei, a katonákon kívül 123 ezer civilt is kihoztak a közép-ázsiai országból augusztus közepe a tálibok hatalomátvétele óta. Még a főváros feletti légtérben volt a C-17-es, amikor Kabulban fegyverropogás hallatszott. A tálibok lőttek a levegőbe, így ünnepelték, hogy az amerikaiak 20 év után kivonultak az országból. A reptér környékén még látszanak a múlt csütörtöki robbantás nyomai, de egyébként teljes volt a béke kedd reggel. Akik eddig vártak, hogy felkerülhessenek az utolsó gépek egyikére, elvonultak. Mire a tálib vezetők bejárták a repteret, már csak az afgán légitársaságok gépei álltak a betonon. A tálibok szóvivője a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján üdvözölte, hogy az utolsó külföldi katona is elhagyta az országot, és reményét fejezte ki, hogy rendezni tudják a kapcsolatokat a nyugati hatalmakkal. Az afganisztáni iszlám emirátus pozitív kapcsolatokra törekszik, a világ minden országával erős és stabil diplomáciai kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni az Egyesült Államokkal is, és szeretnénk, ha ezek a kapcsolatok a jövőben tovább javulnának, mondta Zabihullah Mujahid. A tálib vezetők a városban ünnepeltek, a leendő tálib kormány egyik valószínűsíthető tagja bejelentette, a repülőteret hamarosan újra nyitják, egyúttal mindenkit, aki most elhagyta az országot, hazatérésre szólított fel. Kabul lakói megosztottak, vannak, akik szerint az ország most nyerte vissza igazán függetlenségét, és vannak, akik tartanak attól, mi fog most történni, miután az iszlám szélsőségesek lettek az egész ország urai. A többséget azonban a gazdasági összeomlás aggasztja legjobban. Amikor 20 évvel ezelőtt bevonultak az amerikaiak, szegények voltunk. Most, amikor elmennek, ugyanolyan szegények vagyunk. Persze azt is el kell ismerni, hogy sok mindent építettek itt, utakat, egyetemeket, mint egy kabuli fiatalember. Közben nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az országot az amerikai kivonulás után nem csak a politikai bizonytalanság fenyegeti, hanem humanitárius krízis is.